Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál dr. Szabó Balázs zenetörténész. A Győri Filharmonikus Zenekar kamarazenekarának a kamarazenekari bérletben rendezett hangversenyét hallják felvételről, amelyet a Richter teremben rögzítettünk Berkes Kálmán vezényletével. Az első műsorszám Johann Sebastian Bach első C-dur zenekari szvítje, Bach jegyzékszáma 1066. A szvít a barokk zene egyik legfontosabb műfaja. A kifejezés, a partita vagy a szonáta da chiesa, azaz templomi szonáta szakkifejezésekhez hasonlóan tánctételek sorát jelenti. Állandó részei az alemán, a kurán, a saraband és a jig, vagyis két lassú-gyors táncpár követi egymást, e tételeket egyéb táncok is kiegészíthetik vagy helyettesíthetik. Így van ez, Bach 1724-1725 körül készült, a vonóskarhoz két oboát és fagottot társító első C-dur zenekari szvítjének esetében is, amelyet a mester a nyitótétel után overtűrnek nevezett. Az overtűr, vagyis a francia nyitány formáját Lully alakította ki színpadi művei előzenéjeként, és a hármas, lassú-gyors, lassú-tagolású formamodell csak hamar a német területeken is széles körben kedvelté vált. Bach még lüneburgi gimnáziumi évei alatt ismerkedett meg a francia stílussal, a Cellei kastély kiváló zenekarának közvetítésével. A méltóság teljes overtűrt ezúttal, a sablontól merészen eltérve, kis tánctételek ragyogó füzére, kurán, gavot 1-2, forlán, menüet 1-2, burré 1-2 és paspié 1-2 követi. Hallgassuk meg tehát Johann Sebastian Bach első C-dur zenekari szvítjét, a Győri Filharmonikus Zenekar kamarazenekarát Berkes Kálmán dirigálja. Thank you.
Thank you.
Richard Strauss életműve az európai zene történetében nagy korszakok között ver hidat, hiszen az 1864-ben született és 1949-ben elhunyt mester ugyanannyi időt töltött a 19., mint a 20. században. Pályakezdőként a nagy klasszikusok Haydn, Mozart, Beethoven, utóbb Brahms nyomában járt. Első komolyabb karmesteri állása, Meiningeni tartózkodása idején egy mára már elfeledett zeneszerző, Alexander Ritter hatására ismerte meg Liszt és Wagner műveit, amelyek döntő hatással voltak rá. Az új Strauss belépője a zenei világszínpadra a szimfonikus költemény műfajában történt, az Itáliából és a Macbeth után mindenek előtt a Don Juannal 1886-88, amely bemutatója után joggal tartották kora legmodernebb zeneszerzőjének. A nagyszerű zenekari művek, az Imigyen szól a Zarathustrától a Hősi életen át az Alpesi szimfóniáig, illetve a világszerte borzongással vegyes elragadtatással fogadott operák, a Salome és az Elektra tovább erősítették kortársai között betöltött vezető pozícióját. Az 1911-ben bemutatott Rózsalovag után azonban Strauss, váratlanul szerepet váltva, az európai zene nagy hagyományának őrzőjévé vált. A klarinétra, fagotra, vonorzenekarra és hárfára írott duett koncertino a pálya utolsó szakaszából 1947-ből való. A bécsi filharmonikusok kitűnő első fagottosa, Hugo Burghauser inspirációjára született kompozíció, egy nagymester, derűs játéka a világégés után, a hangokkal és a formákkal, az örök ideál Mozart jegyében. A mű valóságos kincsestára a gyönyörű dallamoknak és hangszíneknek, bár nem mentes a programzenei elemektől sem. Ahogyan a komponista egy megjegyzéséből tudjuk, egy Andersen mese áll a hátterében, a fagott az áruhás herceget, a klarinét pedig szívehölgyét, a hercegnőt személyesíti meg. Richard Strauss duett koncertinójának szólóit Anderko Dániel játssza klarinéton és Fejes Ágnes fagotton, a zenekart Berkes Kálmán dirigálja.
Thank you.
Thank you.
Richard Strauss versenyműve után Rachmaninov örökzöld kis remek műve, a Vokalis csendül fel. Az orosz késő romantikus zeneszerző generáció egyik legjelentősebb képviselője, az 1873 és 1943 között élt Szergej Rachmaninov fenomenális zongorajátékával és elragadó, érzelmekben, áradó melódiákban gazdag zeneműveivel joggal vált a 20. század első felében a zenei világ ünnepelt alakjává. A tanulmányait még a cári Oroszországban végzett komponista 1917-ben hagyta el hazáját. 1935-ig Párizsban, majd az Egyesült Államokban élt, 1943-ban bekövetkezett haláláig. Életművének egyik legnépszerűbb, reprezentáns alkotása a Vokalis 1915-ben készült, az Opus 34-es sorszámú 6 dal utolsó darabjaként. Bár dalról van szó, a műnek nincs szövege. Az énekes végig úgynevezett A-vokálist énekel, innen a kis mű címe. Engedjenek meg egy személyes megjegyzést. Ez a megragadóan gyönyörű kompozíció a legjobb példája annak a sokat idézett kijelentésnek, miszerint a zene birodalma ott kezdődik, ahol a szavaké véget ér. A Vokalis számtalan átiratban ismert, a legkülönbözőbb hangszerekre és zenekari apparátusokra, ezúttal Reményi Attila hangszerelésében csendül fel, a klarinét szólót Anderko Dániel játsza. Dirigál Berkes Kálmán.
Az 1885-ben született és 1960-ban elhunyt Weiner Leó üstökösként jelent meg a magyar zenei életben. Végzős zeneakadémistaként 4 díjat nyert meg kompozícióival, 23 évesen a Zeneakadémia tanárának nevezték ki. A ragyogó pályaív azonban váratlanul, ám nem ok nélkül megtört. Weiner kifogástalan mesterségbeli tudással, finom ízléssel, ragyogó forma és hangszínkezeléssel megírt, ám nyelvezetében a késő romantika hangját beszélő zenéje egyre inkább alig néhány évvel idősebb pályatársai, Bartók és Kodály a magyar népzene talaján álló korszerű és progresszív muzsikájának árnyékába szorult. A komponista a csalódások hatására a kamarazene oktatás felé fordult, és a területen túlzás nélkül iskolateremtőnek bizonyult. A múlt évszázad világhírű magyar előadóművészei egyöntetően vallották legfontosabb, a zene legmélyebb titkai tanítványai előtt feltáró, híresen igényes mesterüknek. Az 1923-ban komponált első divertimento, opusz 20-as sorszámú, vonós zenekarra íródott, de vonós kvintett is előadhatja. Egyik tétele 3 ad libitum, vagyis tetszés szerint játszható fúvós szólamot is tartalmaz. A Reiner Figyesnek ajánlott 5 tételes sorozat kéziratos forrásokban fennmaradt magyar táncdarabokat sorakoztat. Brilliáns hangszerelésben, illúziót keltően idézve fel a népi zenekarok jellegzetes játékmodorát. A mű a jó alapos csárdással kezdődik, erőteljes, férfias muzsika. A második tétel a felülmúlhatatlan népszerűségű rókatánc. A kecses marosszéki keringős és a feszes verbunkos után egy valódi bravúr darab, a virtuóz hegedű szólamairól nevezetes csürdöngölő csendíti ki a remek kompozíciót. A Győri Filharmonikus Zenekar kamarazenekarát Berkes Kálmán dirigálja.